Sziasztok! Ebben a rövid videóban a portugál vízikutyáról lesz szó. Ha szeretnétek többet megtudni erről a fajtáról, a videó alatti URL címre kattintsatok. Ezt itt a videó jobb felső sarkában is láthatjátok. Kezdjük egy rövid összefoglalással. A kutya neve tehát portugál vízikutya. Származási helye Portugália. Eredeti feladata halászokat segítő kutya. A marmagassága 43-57 cm közötti, a súlya 16-25 kg közt van, a várható alomszám 4-6 kölyök, a várható élettartama pedig 10-14 év. A nemzetközi szervezetek elismerik ezt a fajtát. A kutya ősei Észak-Afrikában őshonos ebek voltak, amelyeket a berberek tenyésztettek ki. A mórokkal kerültek Európába. Évszázadokon keresztül dolgoztak a halászokkal az Atlanti-óceán portugál partvidékén. Eredetileg arra képezték ki őket, hogy a szökevényhalakat visszatereljék a hálóba, vagy kihúzzák a vízbe esett hálót. 1297-ben jegyezték fel, hogy egy matrózt egy portugál vízikutya húzott ki a tengerből, vagyis vízimentésre is használták. A portugál vízikutya közepes méretű, robosztus és nagyon izmos kutya, amit főként a rendszeres úszásnak köszönhet. Két változatban tenyésztik. Az egyik hosszabb, kissé hullámos szőrű, alapszíne a fekete vagy a barna. A másiké tömöttebb, tarka. A feje viszonylag nagy a testéhez képest. A szeme barna vagy fekete, a füle lelóg. A hullámos szőrzet ápolása egyszerűbb feladat, mint a göndöré. A hullámos szőrt az utolsó bordától hátrafelé rövidre nyírják. A farok javarészével együtt csak a végén hagynak meg egy kis pamacsot. A nyíráson kívül mindkét szőrzet típus rendszeres kefélést és fésülést igényel. Mivel nem hullik a szőre, a kutyaszőr allergiában szenvedőknek ajánlható fajta. Obama amerikai elnök is részben ezért választotta a portugál vízikutyát. Társaságkedvelő, vidám, elégedett fajta, barátságos és nagy munkakedvű. Gyorsan vág az esze, okos és általában engedelmes is. Nagyon igényes és ragaszkodó. Szeretetteljes élénktárs, akkor boldog, ha a családjával élhet együtt. Ebben az esetben mindegy, hogy ez vidéken vagy városi környezetben zajlik el. Remekül megfér a fajtásaival. Ha már kicsi korában megkezdték a szocializációját, akkor a többi házi állattal is. Ha valami nincs rendben, ugatással jelzi, de egyébként mindenkivel barátságos. A gyerekeket nagyon szereti. Elég könnyen tanítható fajta, mivel rendkívül értelmes és szívesen tanul. Nagyon szeret a gazdájának dolgozni. Ha rendszeresen, pozitív megerősítéssel nevelik, nem lesz gond vele. De van egy makacs oldala is, amit nem árt figyelembe venni. Mivel nagyon okos, ha lehetősége van rá, a maga mulatságos módján megpróbál kibújni az engedelmesség alól. Nagyon szeret úszni. Az a legnagyobb élvezet a számára, ha a vízbe dobott botot vagy labdát visszahozhatja. A testmozgás minden formája megfelelő a számára, a póráz nélküli hanzúrozástól a futásig. Napi kapcsolatot és rengeteg mozgást igényel. Ha a szabadban kifutkározhatja magát, a lakásban már nyugodtan viselkedik. Mivel aktív életet élő kutya, nem hajlamos az elhízásra. A portugál vízikutyát értelmi képességei és ügyessége miatt alkalmazzák terápiás kutyaként is. Nyomkövetőként és agility versenyzőként is feltűnik. Szinte bármilyen munkában megállja a helyét, a hosszú távú memóriájának köszönhetően. Engedelmességi és vízi versenyeken is gyakran indulnak vele gazdái. Ezen kívül természetesen jó házőrző válhat belőle, és hűséges családi kedvenc is egyben. Ha tetszett neked ez a videó, kérjük lájkold és oszd meg barátaiddal is. Ha van kérdésed vagy hozzászólásod, írd meg nekünk a videó alatt. Köszönjük!